Ifjú karatékák hangjától volt hangos a kemény Ferenc sportcsarnok az elmúlt szombaton. Nem véletlenül, hiszen a Shotokan karatéhoz tartozó stílus szövetségek összevont bajnokságának, vagyis az Ippon Shobunak ismét Eger adott otthont. A versenyt a Magyar Karate Szakszövetség, az Agria Shotokan Karate Egyesület és az Egri Városi Sportiskola szervezte közösen. A legfiatalabb lány, Sirum Lilien, és fiú, Renge Lajos első megmérettetésük alkalmával díjat kaptak a megnyitón. Az ünnepi beszédek után Nemes István főbíró nyitotta meg a rendezvényt. Zele Boglárka hónapok óta készült a megmérettetésre. Amikor elkezdődött a járvány, akkor volt egy kis leállás, és utána kint kezdtük el az edzéseket, aztán pedig visszajöttünk ide az edzőterembe, és onnantól heti 3-4 edzéssel készültem folyamatosan. Benke Tibor elmondta, örült, hogy újra versenyezhet. Szerintem egész jól fel tudtam készülni, heti 3 edzést be tudtam iktatni, ahol a kümitét és a katát is egyaránt tudtam gyakorolni, szóval felkészültnek érzem magam. A résztvevők az Ippon Shobu szabályrendszerében, katában, azaz formagyakorlatban és kümitében, vagyis küzdelemben, távolság és az időzítés technikájában mérték össze tudásukat. A versenyre összesen 18 egyesület 130 versenyzője állhatott tatamira a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Nagyon örülök, hogy létre tudott jönni ez a verseny. Nagy köszönet Juhász Ferenc barátomnak, illetve a sporttársaknak, hogy létrejött itt Egerbe maga a verseny. Külön köszönet az edzőknek, szülőknek, akik életbe tartják ezt a sportágat, illetve a sportolóknak. Nagy öröm, hogy két nagyon picurka gyereket tudtunk jutalmazni, a két legfiatalabbat. A Magyar Karate Szakszövetség évente 3 versenyt rendez. Dr. Mészáros János, a szakszövetség elnöke, a karate folyamatos gyakorlásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Az ősszel elkezdtük az őszi versenyidőszakot, és ez a harmadik verseny, amit meg tudtunk rendezni március 15-ét követően. Tehát fantasztikus és fontos dolog, hogy életben tudjuk tartani a sportágunkat. A 3 szabályrendszerünkben volt egy-egy-egy verseny, és a Shobu-Ipponban, tehát ebben a tradicionális Shotokan karatéhoz kötődő versenyrendszerben ez az első versenyünk. Az Ippon Shobu magyar bajnokságot az Egri Városi Sportiskola összesítve 6 arany, 6 ezüst és 13 bronzéremmel zárta.